A végig megyek rajta végig, eszembe jut egy régi szép regény. Nyár este volt, itt a szólt a pál, ott kóborolt, szavargott egy cigán. Csendesen, ne hallja senki már. Lak már, állj meg, cigány, úgy muzsikálj, hogy síjon az a szép leány. Olyan legyen, mint egy szerelmi könnyes vallomás. Csendesen, ne hallja senki már. Gyertek be! Margit! Köszönöm, úgy meghatoltam. Gyertek, segítetek legalább. Gyertek, sok minden van elvihető. Hoztunk egy kis pakolnivalót még. A süteményes kést elvittem Lacihoz majd, Laci odaadja. Laci, észrevetted, hogy jártam ott? Igen. Elmondhatjuk mi is? Mi? Mesélj egy kicsit odébb. Egy kis útra való, mivel világgá mész. Zalalövői földbe tulipánhagyma, zalalövői földet is kapsz. Okay. Aztán hamuvasút pogácsa van ebben, mert aki útra kell, annak az jár. A mézes kalács az meg, mivel ma a születésnapodat nem itt tartod, azt meg megkapod vele együtt egy elbocsátó szép üzenetet is. Köszönöm szépen, a kosarat visszahozzam? Nem kosarat van, tőlünk kosár, csak kosarat. Köszönöm. Gyertek be! Margitkám, mivel, hogy elmész Alákra, Alektől kapsz egy szállt vivalmat. Jaj, köszönöm szépen, Elek! Gyertek be, nézzetek körül! Gyertek szépen! Nézzék meg az én birodalmat. Csak a kutyusa is vigyázz meg. Nem, kezdjük arra, gyertek be. Nem, nem megyek, mert én voltam, hogy legyen. És ez volt a beépített szekrényem. Hát ez volt ez a hálószoba. Na, ugye jó rendbe hoztuk. Hát hogy ne. De meglepődtem. Meglepődtem nagyon. De tudod, mi nincs meg, mi nem volt meg, úgyhogy nem lett volna szabad bejönni. Háromszor föl kell és le kell kapcsolni a lámpát, akkor lehet bejönni a szerenádot adóknak. Igen. Csak hogy ha gyertát tettél volna az ablakba, akkor azt jelenti, hogy nem jöhetünk be. Honnan tudja? Nagy az, hogy ezt nem tudod. Az az igazság, hogy nem sötét volt. Nem sötét volt. Ja, na gyertek, nézzétek a többit is, de nem tudlak megkínálni semmit. Jaj, de nem a délmártunk. Most Lacinak elvittem még a porcukrot is, meg a mézet is, mindent elvittem oda. Hát, de persze, nem hagyhatok itt. Na, te már jártál itt, tudod, én azért ültem. Na, nézzétek, hogy csak Laci mosta. Na, gyertek, nézzétek tovább.
Nézzétek meg, itt a fürdőszoba. Aki akar csinálni ilyen tolóajtót? Az a tolóajtó nagyon jó. Nálunk is ilyen van. Itt voltak a fogasaink, itt a kabátokat ide raktuk. Nagyon jó. Pár. És akkor még van ilyen elszívó utat. Igen. Hát ennyi nem elég? Bőven marad. Bőven elég. És itt a mosógépen, itt a szállító. Bőven elég. Minden megvan itt. Meg itt is ezen is szoktam szállítani. Igen. Laci, mikor Gyulá laktunk, akkor onnan is hoztunk el, hát, ugye? Még olyan csak, ami Gyuláról van. Aha, a Bartók Bélából. Ezek már nem. Ezek nem, de viszont ezek még onnan való. Aha. Ez még onnan való. De olyan nehéz, ha hozzávágod valaki, az ott nem megy. Batörik a fáját. De még úgy higgyétek el, sose ittunk belőle. Soha. Ja, hát hiszen az ember úgy van. Ezekből se soha nem vigyázz, még mert mindig csak abból, ami ott van előre. Ami közel van, így csak van. Csak abban ismerős az ilyen. Hát, ami közel van, mindig, hát, ami a vitrínben van, az csak legyen ott. Van a filmszerrel, itt voltak a kis... Azok a ruháim, amikor minden nap kellett. Egyedül. Hogy ne kelljen mindig oda berohangálni. Egyedül maradtam, azt mondtam meg, hogy sok törületés. Rádió, meg nem tudom mi. Mindig. Majd mondtam Lacinak, hogy majd mikor Zsuzsival eljön, szedjenek össze még, amit elterüljön, és itt nézzem ki. Soha nem ült benne, mert már nem ért haza. Soha. És na, nézzétek meg a falamat, az az én falam, az a büszkeségem. No. Én nekem ez érdemes ezt megjegyezni, hogy ez milyen okos dolog. Először is itt a fiamnak a neve. Orvosi rendelő, mentők, tűzoltó, rendőrség, Erzsike meg Ildike, a klubosok. Yeah. A másik meg szemétar, villany, ez van, és itt alul vannak összeadva. Hát nem, így vezettem mindig a ügyeset. És akkor ki mond, mikor 90, még 100 000 is kijött. Hát, hónap elején. Mindig akkor fizettem ki a legtöbbet, mikor megkaptuk a nyugdíjat. Gondoltam, maradalom az ember üsszakra, persze. Aztán tudják, a belül azt világosít, meg ez a színű lett. Ja. Az nem ér, onnan felül, más innan felül megint már. Jó. Hát te kárhás vagy, nem? Igen. Vagy köműves vagy kárhás? Ja, akkor az is mondod. Sokat csináltunk ilyen kárhákat. Aha. Itt a betyárholmi. Nagyon hálás dolgokat. Ja, a többi marad, itt hagyom a kultamat. Igaz, hogy időben... Hát nem, sajnálom, a falamat még azt elviszem, azt a hangát, ami a falamon, azt meg elviszem. És akkor folyamatosan barra lesz. Hogy az kéne, hogy ez kisfiam, ez egy kicsit fiókosabb aztán. Éjjel viszek sénynek? Aha, igen. Egyszerre, nem valami kettő. Kettő az már sok. Oké.
Figyelj, egymásra is lehet tenni. Jó, van csak hát kicsi az autó. Nem, 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 de figyeljetek, én azért nem köszöntem el, én megmondom őszintén miért. Mert mindig sírnom kell akkor, és akkor már nem akartam megint az utcán végig sírva hazajönni, mert tegnap is kisírtam magam, mert ott voltam a futballpályánál, arra ment, ott is végig sírtam magam. Mondom, nem köszöntetek, én meg... találkoztam vele. Találkoztam, igaz? Nem láttam, hogy sírtam. Ja. Hát igen, de már akkor már onnan jöttem messziről. Igen. És akkor mindig sírnom kell, azt most elmentem Lacihoz, elszaladtam, mire jöttem vissza, már Sütőné Gabika kint volt, már megint sírva jöttem haza. Hát, úgyhogy mondom, akkor nem búcsúzkodok, mert már akkor mindig csak sírok, aztán már kimegyek idegileg. Nem, és nem annyira búcsúzni, úgyis jössz még meg, vagy hát, is. Hát, semmi, mert nem tudom. Mert semmim nincs itt, hogy nekünk itt örülcsezünk ott lenni, de mert most nem magadban beszélünk. Jó, beszélünk majd, jó, puszillak, szia. Lacikám, Erzsike, jaj, te majd eljössz oda, de nem tudom, hogy na, szóval velem. Láttul. Láttul. Elég széles az a heverő. Köszönöm szépen. Semmi az. Itt énekeltek nem, nekem. Nem, vacsoráztunk. Ja, jöttek búcsúzkodni. Akkor szervusztok, köszönök szépen mindent. Szervusztok. Csókolom. Mikor jöttek volna? Már nem mentem.